A Mezőkövesd város önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Által szervezett tárlaton a település testvérvárosában Zsóriban megrendezett 24. nemzetközi alkotótábor anyagából mutattak be válogatást. A kiállítás elején dr. Hajdú András, a Mezőkövesdi Járási Hivatal vezetőhelyettese mondott köszöntőt, aki kiemelte, hogy a 64 bemutatott alkotás a legkülönbözőbb technikákkal készült. Hozzátette, hogy ez az alkotótábor a 80-as években indult útjára, amikor is a képzőművészet megjelenítési formái merőben eltértek a kor megszokott felfogásától. A kiállítás sajátossága, hogy nem csak realisztikusan mutatja be a dolgokat, hanem a valóság egy szeletét, a hangulatát, egy pillanatot ragadnak meg a képek. Mit is tartunk jó festménynek, és mit is tartunk jó alkotásnak? Sokan mondják azt, hogy az a jó festmény, amely híven és valósághűen megismétli a valóságot, magyarán, ami fényképszerű. Tehát vannak, akik így gondolják. Viszont, hogyha megnézzünk egyes képeket, hogy miképpen tudják a nedves utca, az eső utáni hangulat, vagy éppen az éjszakába bevilágító lampionnak a hangulatát és azt az éjszakai, talán még az évszakba is bele tudjuk néha képzelni magunkat. Ez a művészetnek a másik ága, a másik célja, amelyet a legkülönbözőbb technikákkal próbáltak az alkotók megjeleníteni. Dr. Hajdú András emellett beszélt Mezőkövesd és a Lengyel Zsóri között létrejött testvérvárosi kapcsolatról, az azóta eltelt időről és a kialakult jó viszonyról. A köszöntő gondolatok után Éva Rotter Plocsennikova festőművész mondott beszédet, mutatta be a tárlatot, beszélt az immár 24. alkalommal megszervezett alkotótáborról. A megnyitó eseményen kerékgyártó Dominika, a Mezőkövesdi Hangstúdió tagja, lengyel dallal kedveskedett a testvérváros delegáltjainak. Emellett Nagy Katalinnak, a Mezőkövesdi Zeneiskola művésztanárának Gordonka játékát hallgathatta meg a közönség. A Zsóriban megrendezett táborban született alkotásokat március 18-áig tekinthetik meg az érdeklődők.